buborékban van egy nagyon értékes lakossági szegmense, internet hozzáférése, viszonylag nagy fogyasztással rendelkező. Pár ezres mintája, pár tízezres, mennyi? Tízezres mintája. Nekünk egy-két százezres minták van, és mi is mértük. Mi nem találtunk a hőmérséklettel nem hagyalászható eltérés a fogyasztásban, de ez lehet tényleg egy statisztikai dolog, tehát másik fél bázisunk dolgok. A másik a stratégiai készletnek a fizikai hozzáférhetősége. Két tárolóban van a stratégiai készlet, az egyik az fizikailag hozzáférhető volt, és nem mondom, hogy én melyik cégnél dolgozom, de azt ki tudtam volna adni. De nem lehetett fel használni, nem volt rá engedély. Tehát a másik résznél is fizikailag hozzáférhető kellett, hogy legyen, mert annak a tárolónak is megvan már az engedélye, mindenféle papírra, hogy ki tudja adni, és hivatalosan ezt lenyilatkoztam, hogy nem kell, hogy ezt tudják adni. Tehát elméletileg ez a készlet hozzáférhető. És ezután a két megjegyzés után mondjak egy-két a támogató dolgot a gondolat előadásához, korlátozás ügyben nagyon érdekes tapasztalataink voltak itt a tárgyalással. Mondom egy két példát, hogy az egyik az egy kicsit kevésbé vidám, mert mutatja teljesen a magyar mentalitást, amikor beszélgettem egy nagyipari fogyasztónak a képviselőjével, hogy készülnek-e a korlátozásra, azt mondta, hogy mi már rég felkészültünk már tavaly tüzelőanyag, behobbiztuk magunkat a hármasban. Tehát így lehet a legjobban felkészülni a gázhiányra. A másik példák azok sokkal vidámabbak, mert az energiahivatalban betelefonálók egy-két esetét mondanám el. Például a könyörökbe hívta az egyik pedig üzen a magyar energiahivatalt, hogy ha őt korlátozzák, veszélybe kerül az ország mackósart ellátása. Kifogynak a mackósart készleteink, amely a magyar energiahivatalát nem hatódott meg. A másik az életciklus egy másik szokaszát írja le, szintén telefonáltak a Világtermesztők Szövetségétől, hogy őket se korlátozzák már, ha eljutunk odáig, mert nem lesz temetési világ nélkül. Csak ennyi szerettem volna elmondani, és akkor kérdések. Tessék. Stratégiai tárolóval egy nagyon érdekes állatfajta, az a mi tulajdonomban van, tehát ezt a stratégiai készletet egy úgynevezett magyar szénhidrogén készletes szövetség hozza létre, aminek kötelezően tagja minden gáz és olaj kereskedő társaság, és minden elfogyasztott köbméter földgázba be van építve ennek a díja. Tehát, úgy is igen. Ez egy kellemes összeg, egyre kellemesebb összeg. Én úgy becsülöm, hogy ez nem sokára át fogja lépni a két forintot köbméterenként, de nem tudjuk szerintem pontosan, hogy hol a vége. És ez a készletezési szövetség felelős azért, hogy kiadja azoknak a gázszorulóknak, gázszoruló kereskedőknek a készleteket, akik ezt igénylik, de ez a miniszternek a jóváhagyása kell. Két lépésben, rendeletben fel kell szabadítani a készletet, és utána, hogy felszabadította, utána meg kell jelölni, ahogy kinek adható oda és milyen áron. Mondjuk ez egy rendeletben letudható. Hogyha a miniszter ezeket megteszi, akkor elméletek hozzáférhető a készlet, de sajnos ennek a szabályzása ott kell tiszta, hogy ezt csak akkor teheti meg a miniszter, hogyha előtt ellenete a krízis helyzetet. Most meg nem lehetne a krízis helyzetet, tehát ez egy nagyon rókafogta csuka helyzet volt. Lényeg az, hogy két hét alatt nem sikerült megoldani, hogy ezt hozzáférhetővé legyen, tegyék ezt a készletet fizikai értelemben is. Bennem a babucsai híradás kérdezte kérdőjelet, hogy az volt a híradásban, hogy ez egy leállított földgáz kitermelés, amit ismét üzembe helyeztek.
Hát ez érdekel, hogyha esetleg többlet információt tudnék kapni, hogyha egyszer leállították valami oka, biztos volt, hogy leállították. Most ezzel, hogy újra üzembe helyezték, hogy nem okozott-e esetleg minőségi kifogást, hogy azt adtuk el a horvátoknak, vagy a szerbeknek, vagy hogy volt ez? Ez kérdőjel, a híradásokból nem derül. Én a iskolai tanulmányaiból idéznék, ami a 800-as közepén volt, tehát nagyon-nagyon régi, elavult ismeretek ezek. A földgáz mezőt általában 60-80 bár nyomásig termeltetik, és ott lezárják. Tehát a mezőkben is, és a termelő utakban is 60-80 bár nyomás áll. Ez a leművelt mező. Ebből most egy elhatározással, egy krízis helyzetben azt mondják, hogy még 3 bár nyomás esést megengedünk, és kiveszünk belőle 10 millió köbméter. Gabócsai gáz egyébként az országos rendszerben nem kerül be, szigetüzemmódban szolgáltatják azt a gázt, és ezt nem mehetett Horvátországba és Szerbiába senki. Köszönöm. Megkérdezni, hogy említetted, hogy 20 millióval lecsökkent a fogyasztás, de az lenne a kérdésem, tehát egy 3-4-5 év alatt, hogy a véleményed szerint a nagyon magas gázár, relatíve 128 forint lakossági gáz, kihatott-e azért a krízisen kívül a gázfogyasztásra? Tehát, hogy van-e megfigyelhető-e az éghajlati körül, tehát az a pár gyenge tél len kívül. Tehát megfigyeltek-e egy olyan trendet, és főleg a lakosságban az iparra azért teljesen más. De a lakosság a magas ár miatt elkezdett takarékoskodni a gázra. Tehát van-e ilyen trend? Magyarországon a gázellátás Európában a második legelterjedtebb, legmagasabb szintű. A települések 72%-ában földgázszolgáltatás, 3,4 millió meghaladja a háztartási gázfogyasztók száma, az összes háztartások száma pedig 3,8 millió nagyságrendben van most. Évente kiadnak körülbelül 20-22 ezer építési engedélyt új családi ház építésére. Ezek szinte mind kizárólag földgáz tüzeléssel lesznek beüzemelve. Megjelentek már ilyen geotermikus játszadozások, meg szolári játszadozások. Önök energetikával foglalkoznak, gondolom, világosan tudhatják azt, hogy ezek a megújuló energiaforrásokra alapuló háztartási, fűtési vagy melegvíztermelési rendszerek ma a mai költségviszonyok közepette, a ma érvényes földgázárak mellett nagyjából soha meg nem térülő beruházások. De mondjuk inkább szebben 10 éven túl megtérülő beruházások. Most a második negyed évben az földgáz importár csökkenésével számolunk. Akár 30%-kal is csökkenhet a földgáz importára. A harmadik negyed évben megint bekövetkezhet egy hasonló 30% nagyságrendű földgáz importár csökkenés. Ez a földgáz importár csökkenés meg fog jelenni a fogyasztói árakon is, különösen a szabadpiacon viszonylag gyorsan. Ez a földgáz takarékosság ellen ható tényező. A lakosság megint kienged, hogy nagyon jó olcsó gáz, hadd fűtsünk 26 fokra a lakásban. Tulajdonképpen, ha akarom, akkor az ország energetikai kormányzatának a vizsgálata is lehet az, hogy a háztartásokból, ebből a 3,4 millió háztartási fogyasztóból 1,3 millió háztartásban kapnak gázártámogatást. Hát, hogy az milyen jogosultság, ezeknek hányat része valóban jogosult a gázártámogatásra, ezt az önök beszélésére bízom, de aki 60%-nál többet mond, az hazudik. Tömjük a gázfogyasztás támogatását a háztartási fogyasztóknak, ahelyett, hogy
a takarékosságra, az energia takarékosságra összehozni. Hőszigetelések, hidrazáló cserére, fűtés szabályozása, vagy fűtőberendezés cserére. Ha ezt a pénzt arra használnak, sokkal hamarabb megjelenhetne az ország energetikai javulása. Kicsit régebbi mérések azt mutatják, hogy a lakosság a földgázár változása érzéketlen. Körülbelül 3 hónap mélységig hat a földgázár változás, azt követően visszaáll a régi megszokott stílus. Az ország gázfogyasztásának körülbelül 1/3 a lakossági, körülbelül 1/2 a közületek és az ipar, és a 1/3, ez pedig a villamos erőművek. Azt lehet mondani, hogy a kilátások szempontjából vadonat friss DKI elemzés jelent most meg a napokban, ami 2011-ig ad előrejelzéseket. Azt lehet mondani, hogy a lakosság gázfogyasztásának a további folyamatos lassú emelkedésével kell számolni. A közületek frontján meg fog jelenni az energiatakarékosság hatása a gázfogyasztásra, az ipar pedig reméljük egyszer csak kimászik a dödörből, a villamos erőművek gázfelhasználása pedig továbbra is nő. Nő egyértelműen. Magyarországon ma kizárólag gáztüzelési erőművek épülnek, újak, és hát András itt némi malíciával beszélt az atomerőműről, amihez én azt mondom, nagyon-nagyon jó lesz, hogyha lesz, ez 2020-nál hamarabb nem léphet üzembe, és az lenne jó, hogyha akkora épülnek, amelyik az akkor szükséges többet villamos energiaigényeknek a jelentős részét majd el tudnám mondani. Tehát én szívesen drukkolnék egy 2600 megawattos vadonatúj típusú totál biztonságos atomerőmű. A Balicia az időtárnak szólt a részem volt, de én ezzel teljesen egyetértek, csak ez nem megoldás arra, hogy idén télen mi lesz. Tehát aki most egy gázválság miatt hirtelen atomerőművet akar építeni, az tisztában kell lenni az, hogy jó esélynek 2020-ra lesz. Kis kiegészítés, amivel még ne értünk egyet, a lakosság innen igenis elkezdett takarékoskodni, annak ellenére, hogy nem azt bemelődnek, tehát nem a gázválság idején, nem fizeti a számlákat. Tehát a fogyasztáson azt nem látjuk, csak a kifizetetlen számláknak a növekedésén. Sajnos ez egy magyar jelenség. Ugye a gázválság alatt még közben eszembe jutott, hogy ugye egy forrásból hallottam még azt, hogy csökkent a lakosság gázfogyasztása, a földgázszállítónál jelentették be. Nagyon érdekes körülmények között. Egyik nap szóltak, hogy milyen a lakosság, visszafogná magát, tehát a cégtől volt egy ilyen utalmas felhívás, és másnak a cégét tisztviselő bejelenti azt, hogy a lakosság igenis visszafogta magát. Na, az érdekes, hogy a szállítás az, akinek egyben a lakossági fogyasztója nincsen, és nem kap elő adatokat, hogy mennyi a lakosság fogyasztója, de ők ezt már tudták, mi nem láttunk dolgosságot. Ami itt az egyetlen takarékosságról elhangzott, itt várunk addig, amíg gázválság idején az embert bemegy az ezért felelős éppen krízis helyzetet menedzser a minisztériumba, és ott nyitott ablakoknál 38 fok. Tehát beszélünk arról, hogy nincsen gáz, de az ezért felelős minisztérium az ablakkal légkondicionál, és kárhoztatja a magyar fogyasztókat, akik ugyanezt teszik. És teljesen egyetértek azzal, hogy a másik véglet az megint az, hogy kezdjünk el napelemeket gyártani, és ezért magam részével elég furcsán találom Obama elnök úrnak az új kampányát, hogy mindenhova alternatív energiaforrás. Igen, és az alternatív energiaforrások vagy megoldások nagy része alól kihúzza a szőnyeget az olajáresést. Tehát eddig is nehéz volt erre üzleti tervet alapozni, ezután is nehéz lesz. Tehát amikor én a nyugati példákat tanulmányoztam az ügyben, és jöttek hozzánk a nagy nyugati szakértők, hogy milyen biogázfarmot építenek náluk, olyan biogázfarmot, már mindig az első kérdésem ez volt, mennyi állami támogatásból. Gazdag országnak lehet ilyen hobbija, szegény ország az próbálja meg mással versenyre szerfedni. Egy kérdés. Biogáz?
Én az elég beszóltam a megújuló energiaforrásokat. Kettőt mégis kivennék közülük. Egyik a lakosság és kommunális szemetet és a biogáz. Ez két olyan ragyogó energetikai potenciál az országban, amelyhez amikorig jutunk hozzá. Az országban körülbelül 10 szinte ropogósan új, nagyon jó technológiával dolgozó biogázüzem működik. Ezeknek én a környezetvédelmi funkcióját tekinteném elsődlegesnek. Tehát egy biogázüzem, egy közepes nagyságú biogázüzem feldolgoz évente 100 000 tonna szerves hulladékot. Ebben hívtrágyától kezdve mezőgazdasági szemétig, éttermi hulladéki, vágóhídi hulladéki, minden beleértendő. 100 000 tonna szerves hulladékból üzemeltetnek egy ilyen biogázüzemben másfél megawattos gázmotor, másfél megawatt villamos teljesítményű gázmotort, amely megy évi 8000 órát. Kiváló energetikai konstrukció. Azzal együtt még egyszer mondom, hogy ennek a biogázüzemnek én a környezetvédelmi funkcióját fölé teszem az energetikai funkciójának. Ilyenek szaporodjanak, erre menjen állami támogatás, és ne fecséreljünk el szerves hulladékot, amit annak egy részét így lehetne hasznosítani. Egy ilyen biogázüzemnek a mellé terméke, egy abszolút steril hídvágya, ami közvetlenül a földetnek különböztető és talaj előállítását szolgálja. Tehát ezt a témát mindenképpen örömmel látom, hogy lassacskán mozdul. Jó lenne, ha az állami támogatások jobban fókuszálnának a biogázüzemek létesítésére, korszerű biogázüzemek létesítésére. Hogy a termelt biogáz összetétele 45-50% körüli metántartalmú, a többi főképpen szén-dioxid tartalmú, és eléggé magas a kén, hidrogén és szulfát tartalma ezeknek a gázoknak. Ez azt eredményezi, hogy kell egy gáztisztítás, mielőtt még a motorra ráengednénk. De ezt a gázt országos gázellátó rendszerben beadni nem lehet. Azt a 40-50%-i szén-dioxidot kimosni, vagy kiszedni molekulaszűrőkkel, az olyan drága játék lenne, ami a biogáz árát, így is eléggé magas biogáz árát csillagoségben lenni. Hát helyben kell hasznosítani, ha tudják termikus hasznosítás üvegházaknak, állattenyésztő telepeknek a fűtésére és villamos áram termelésre. Ezt két kézzel tudnak támogatni, ha lenne lehetőségem. Még valaki, de lapon... Egyet utolsó kérdése, ott van lehetőség. Két dolgokra lennék kíváncsi, hogy mi is ez a fármagán, amit ott megemlítettek a jövőrásában, illetve hogy számolnak-e a jövőben a makói, makó alatt található gázfizetekkel, vagy ez csak egy média típus. Nem mentünk volna haza, hogy makó előmények. Nem használják volna szobba, akkor én hozom szobba. Megkezdjük a fármagázzal. Engedjék meg, hogy Mariska néni megmondjam el, hogy mi a gáztároló. A gáztároló egy olyan föld alatti szerkezet, amelyet felülről általában egy gázáron réteg takar be. Egy olyan borózus szerkezet, amelyben a borósok között apró kis csatornácskák vannak, ami azt jelenti, hogy ebben a szerkezetben, ebben a szivacsszerű szerkezetben a gáz tud migrálni egyik helyre a másikra. Ha ebben a tárolóban szerkezetben én így beleszúrok egy kutat, és megkezdek csapolni, akkor ehhez a kuthoz áramolni fog a pólusokon keresztül a gáz. Vagy általában a gáz nem egyébként tartózkodik ebben a összletben, hanem van mellette cseppfolyós szénhidrogén is, akármi valami is lehet, és mindenképpen rendszeresen előfordul rétegezetbe alatta víz. Ha ezt a gázt én kiveszem ebből a felső porózus szerkezetből, akkor ballag utána a szénhidrogén a folyékony, és ballag utána a víz is. Ha teljes mértékig letermelném ezt a boldozatban levő gázt, akkor
akkor egy idő után a víz kitölti ezeket a pórusokat, és ez a tároló megszűnik szénhidrogén tárolónak. Akkor, amikor egy ilyen tárolót megcsapolunk, és elérjük azt a felhagyási 40-60 bar nyomást, vagy 80 bar nyomást, amit említettem, akkor adódik a lehetőség, kis túlzással, hogy ezt megfordítsuk, ezt a tároló szerkezetet, és tárolóként kezdjük alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a beleszúrkált kutakon keresztül nyomunk bele gázt, ez a gáz kitölti ezeket a pórusokat, és visszaszorítja az alatt a levő folyadékot. Tehát egy tárolónak a működési mechanizmusa az mindig a fal kísérő folyadéknak a mozgása. Azért rendkívül fontosságú, hogy egy tárolóból mennyi gázt lehet kivenni, vagy mennyi gázt lehet benyomni időegység alatt, az azért érdekes, mert ez a folyadék nem mint egy uszoda felszínre úgy néz ki, hanem ennek különböző a geológiai szerkezetet követő kiemelkedései és elboltozódásai és lefűződései lehetnek. Ha túlságosan gyorsan veszik ki a gázt, ebből a tárolóból, akkor a gáz, vagy a víz elárasztja ennek a tárolónak egy részét, amiből nem biztos, hogy a következő betárolási visszatárolóan vizet ki tudjuk szorítani. Hát lecsökkentjük a kapacitását. Hát vissza kell mindig hagyni a tárolóban egy gázmennyiséget, amelynek benn kell maradni a geológiai szerkezet stabilitása érdekében, ezt a gázmennyiséget tudjuk bánni gáznak. A magyarországi geológiai szerkezeteknél durva túlzással azt mondható, hogy ha a párna gáz ebben a rétegben 1 milliárd köbméter, akkor mondjuk 1 milliárd köbmétert lehet még hozzányomni tárolás céljára, tehát a párna gáz és a mobil gáz arány körülbelül 1000 körül van. Az elég arról beszéltünk tehát, hogy egy hagyományos szénhidrogén tárolót képzelünk, összedben, kőzetben pórusok vannak, és a pórusok között is csatornácskák, amelyekben tud közlekedni mondjuk a gáz. Ez a hagyományos tárolókőzet. Magyarország földrajzi területének majdnem több mint 90%-án üledékes kőzetek vannak, a régi-régi időkben a tengerekből felrakottak különböző üledékek, tehát ebből az üledékből itt-ott kiemelkednek egyetlenes gerlékek és sokanai. Az üledékes kőzeteknek a döntő többségében találhatóak ilyen hagyományos szénhidrogén tárolók. Különösen, hogyha ez tényleg ilyen boltozat alakú, és tényleg, hogyha ez felülő a gázzáró réteggel van, mondjuk a réteggel van zárva, vagy bárba réteggel van zárva. Ebben az esetben ezek a csapdák, ezek a geológiai csapdák megfoghatják a szénhidrogént, és szénhidrogén tárolás mutatkozik ezek a területek. Lakói árok nem hagyományos földön, a szénhidrogén tárolók között. Ezt úgy tessenek elképzelni, egy olyan alapkristályos kőzet, amelyik Makónál van a legmélyebben Magyarországon, 4 és 6 ezer méter mélységben van, ott kezdődik onnantól lefele, de ez a kristályos kőzet az ország egész területén megtalálható. Különböző mélységekben. Ez egy alap őskőzet, amelynek a pórusaiban szintén van szénhidrogén. Csak a bige annyi, hogy a pórusok között nincsenek kis csatornácskák. Ami azt jelenti, hogy ha én ebből a pórusokból ki akarom szedni a szénhidrogént, akkor ezeket a csatornácskákat nekem létre kell hozni valamilyen megoldással. Ennek az egyik megoldása az az, hogy robbantással felreteszik a réteget, ezt a kőzet réteget is, a elmorzsolódott kőzet pórusai között, majd a gáz a kúthoz tud áramolni. Ha a repesztéssel megint a kőzet részből elfogyott a gáz, akkor megyünk arra, repesztünk megint rajta. Ez vagy robbantás, vagy hidraulikus repesztés szokott lenni a technológia, a részleteiben nem megyünk bele. Mindenképpen az egy nagyon fontos dolog, hogy bonyolult technológia, nem szokásos fúrási technológia és termelési technológia ez, amelyet itt kell alkalmazni, és nagy mélységekről van szó. Magyarországon a geotermikus gradiens az európai átlagnak több mint a kétszeres, ezt feltétlenül tudják,
Tehát 4000 méter mélységben 200 bar fölötti nyomás van a rétegekben, és 200 Celsius fok fölötti hőmérséklet. 200 Celsius fokos hőmérsékletben hagyományos iszapra nem lehet fúrni. A speciális fúrás technológia szükséges hozzá, speciális hangolási technológia. Ami azt jelenti tehát, hogy macerással, sok-sok erőfeszítéssel, nyögéssel, nyeléssel tudjuk azt a gázt kivakargatni, és nagyon drága berendezésekkel. Ami azt jelenti, hogy ennek a napójáratban található, vagy az ország alapközvetében található földgáz kincsnek a kitermelése akkor jön szóba, amikor a földgáz importára magasabb lesz, mint eddig volt bármikor. Tehát olyan furcsa helyzet áll elő, hogy a napójáratnak a készletei, amelyekről a becsések nagyon-nagyon különbözőek, és 100 milliárd köbméteret is hallottam, 1600 milliárd köbméteret is hallottam, nem láttam igazoltnak ezeket a számokat, mint biztos, hogy ebben az alapközletben sok szénhidrogén található. Az a paradoxon van tehát, hogy ez akkor lesz majd művelésre alkalmas állapotban, amikor balha drága lesz egyébként is a földgáz. Tehát nem segíti ki az ország energia gazdálkodását, és tulajdonképpen pont most, hogy az import földgáz ára megy lefele, meg az olaj ára milyen van, pont ez a helyzet a napójárakat árkot most beláthatatlan művelési válságba rólja. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, előadóknak, hogy elfogadták a fölkérést, illetve szeretettel állunk mindenkire szakkollégium további rendezvényeim. Köszönjük szépen még egyszer az előadásokat.